Köszöntöm Önöket! A hét eseményeinek összefoglalóját a körképet látják. Fontosabb híreink először röviden. Adok-kapok. Sorra jönnek a csomagok a karácsonyi ajándékgyárba. Az ajtóra lassan kikerül a megtelt tábla. Intarzia. Az újpesti nagycsaládosokhoz is érkezett segítség, de nem lehet belőle elég. Vigadalom. Az ifjúsági házban mutatták meg magukat az újpesti nemzetiségek. Lassan mozdulni sem lehet már az újpesti ajándékjár főtéri iglujában, annyi csomag érkezik. Gyerekek is sokan jönnek, hogy minden gyereknek szép karácsonya lehessen. Kis emberek érkeznek nagy csomagokkal az ajándékgyárhoz. Az egyik újpesti oviból jöttek, és társaiknak hoztak meglepetést. Hogy mit és miért? Mondják el ők maguk. Kezdjük rögtön Hubával. Azért, hogy legyen sok gyereknek jó ajándékja. Azt gondolom, hogy nagyon sok ajándékot hoztatok, és nagyon sok gyereknek lesz jó ajándéka. Egy titkosat kérdezek. Te milyen csomagot hoztál? Egy olyat, hogy volt benne könyv, meg ilyenek. Hány éves kisgyereknek hoztad? Egyiket 3-tól 4-ig, másikat 4-től 5-ig. Utca is alaposan megpakolva érkezett. A csomagba sok mindent tettek. Gumicsizmát, meg álmát, répet, gyümölcs, levet, mesekönyvet, játékokat. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fognak örülni azok a gyerekek, akik ezt az ajándékot megkapják. Miért gondoltad, hogy ide el kell gyere? Azért, mert szegény gyerekeknek nincs pénzük, és nem tudnak semmit venni, és a karácsony a szeretet ünnepe. Áronnak meglepetés a meglepetés, de ő is tudta, miért jön. Te milyen ajándékot hoztál? Azt nem tudom. Miért gondolod, hogy fontos volt ide elgyere ebbe a sátorba? Azért, hogy a szegény gyerekeknek is legyen ajándéka. Patrik is megőrizte a karácsonyi csomagtitkát, de őt is a segíteni akarás hozta ide. A te csomagod is közte van? Igen. Meg szabad kérdezni, hogy mi van benne? Mert nem tudom, mert anya csinálta. És azt tudjuk, hogy kisgyereknek, vagy kisfiúnak, vagy kislánynak csinálta anya? Szerintem mind a kettőnek. És még egy kérdés, neked miért fontos, hogy itt legyél ebben a sátorban? Azért, hogy karácsonykor mindenki boldog legyen. Csomagból pedig annyi volt, hogy a gyerekeknek kétszer is kellett fordulniuk, és a végén helyet is szinte alig lehetett találni már a dobozoknak. Az óvi vezetője azt mondja, az ajándékhegyet most is könnyű volt megépíteni. Közösen a szülőkkel, nagyon nagy szeretetben és nagyon együttérzésben úgy döntünk most már évek óta, hogy mindig adományozunk, és a gyerekeket, legfőképpen a nagyokat erre az adni örömére, élményére is felkészítjük, és tényleg olyan boldogságban készítették, akár a saját ajándékaikat, akár a szüleikkel közösen vásárolt ajándékokat hozták ide. A gyerekek pedig nem csak ajándékot, de egy karácsonyi dalt is hoztak magukkal ide, az ajándékgyárba, hogy ezzel kívánjanak mindenkinek nagyon szép ünnepeket. Az Újpest család idén is alaposan kitett magáért. A foci csapat 2 legendája és egy friss tehetsége egyedi relikviákat árult a karácsonyi vásárban. A 6 számjegyű bevétel jótékonysági célokra megy. Az Újpest 2 korábbi játékosa, Körtisz és Kabát Péter, valamint egy fiatal tehetség, Varga Balázs is ott volt az újpesti adventi vásáron. Nem nézelődni, hanem árulni jöttek, hogy a bevételből a rászorulóknak segíthessenek. Egyedi relikviákat hoztak, minden egyes bögrét, poharat és kulacsot dedikáltak, sokaknak személyre szabottan. Nagyon fontos számunkra a hátrányos helyzetű emberek sorsa, és ez egy tök jó kezdeményezés volt. Fölkeresett a klub, és azonnal igent mondani, mint volt játékos, meg mint előadó művész. Az abszolút jótékonysági célokra megy most így? Ez 100%-ban jótékonysági célra megy. Közben itt tartom a frontot.
Szóval 100%-ban egy hátrányos helyzetű újpesti családnak a megsegítésre fog menni ez a gyűjtés, szóval szerintem tök jó dolog. Aki most itt vásárol, nem csak magának vesz ajándékot, hanem másoknak is segít, már pedig a karácsony lényege ez, tette hozzá Kabát Péter. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek, hiszen itt mögöttem is egy nagyon nagy sor áll, és mindig is azt vallottam, hogyha tudunk és segíteni, akkor kutya kötelességünk, úgyhogy nagyon remélem, hogy minél több adomány összejön, és egy kicsit pozitív irányba tudjuk a karácsonyt terelni a hátrányos helyzetű családnak. A Bajáról származó Varga Balázs több mint 4 éve lakik itt Újpesten. Jó ideje már a felnőtt csapatot erősíti. Évelején alá is írta a profi szerződését. Én leginkább az edzéskomplexumot jártam meg, és ott töltöttem a mindennapjaimat, de egyébként, hogyha Újpest címeres ruhában jártam az utcákat, akkor ez gyakran megszólítottak, és volt egy pár kedves szavuk hozzám, szóval kevés ilyen hely van szerintem a világon. Várda Eszter párja és legjobb barátja is Újpest rajongó. A fiatal lány szívesen jött, hogy megvegye az ajándék relikviákat. Most már nekem is kötelező meccsek, minden. Igen. Mennyire hozzáérték, adott érték most az aláírás? Nekik az lesz, tudom. Nekem is az lenne amúgy, nekik a pohár meg az aláírás egy együtt lesz. Szuper. Legalábbis remélem, mert lelkemre kötötték, hogyha tudok, akkor szerezzek be. Ők dolgoznak, úgyhogy most én vagyok a kis Mikulás. A hideg idő és a zuhogó eső ellenére is több százan jöttek el advent 3. szombatján ide, Újpest főterére, és vásároltak egyedi bögrét vagy kulacsot. Az Újpest család tagjai pedig a nap végén több mint 150 000 forintot gyűjtöttek össze a rászorulók megsegítésére. A manók is ott voltak advent 3. vasárnapján, amikor a város koszorúján fellobbant az újabb gyertya. A betlehemi lángot ezen a napon a Xantusz János cserkész csapat tagjai hozták el Újpestre. Az ünneplőket és az ünnepet Horváth Zoltán plébános mellett Szabó László református lelkész szavai köszöntötték. A gyertyát pedig ezúttal Ziegler László alpolgármester gyújtotta meg Újpest főterén, ahol áll már a betlehem is. Nem csak a keresztény világ, a zsidóság is egyik legnagyobb ünnepére készül. A Hanuka, azaz a fény ünnepe, idén december 18-a vasárnap estétől december 26-a hétfő estig tart. A 9 ágú gyertyatartón minden nap egyel több gyertya ég majd. Egy időszámításunk előtt 165-ben történt hadi eseményre, a makabeusoknak a szíriai görögök feletti győzelmére, a jeruzsálemi szentély megtisztítására és újraavatására, valamint a 8 napon át égő mécses csodájára emlékezik a zsidóság a Hanuka, azaz a fény, a remény és túlélés ünnepén. A Talmud érdekes módon, ami külön fejezettel foglalkozik az ünnepekkel, ezt az ünnepet nem tárgyalja, mert helyesebben bizonyos részek, más talmudi részekben van, traktátusokban van beágyazva, azért, mert ez az ünnep, ez egy történelmi ünnep, egy posztbiblikus ünnep, amire nincsen parancs a Mózes 5 könyvében. Az örömünnep jelképe a Hanukia. A 8 ágú gyertyatartó, amit kiegészít egy segéd gyertya, amit Samesz gyertyának nevezünk, és minden nap egyel többet gyújtunk abban a gondolatban, avval a gondolattal, hogy hosszabbodnak a napok, úgy hosszabbodik az ünnepnek a fénye és a reménynek a lehetősége. Ugye mi ilyenkor ünnepet mondunk, vagy áldást mondunk az ünnepre, az ünnepi gyertyára tulajdonképpen áldást mondunk a csodára, ami a történelmi háttere az ünnepnek, és áldást mondunk annak, hogy megélhetjük ezt a napot. Ezen az ünnepen kiemelt szerepet kap az olaj. Mivel hogy a ünnepnek a történelmi alapja az, hogy a szír görögök megszentségtelenítették a szentét, és nem volt megfelelő olaj, csak egy kancsó olaj maradt, ezért ez az ünnep az olajnak, a olaj csodájának a ünnepe is, és ezért tradicionális ételeket fogyasztunk, és ennek az ilyen tradicionális szimbóluma a fánk, az olajba sütött fánk. A rabbi a keresztényeknek is üzent.
Nos, mondom, hogy ez lelkiségében, spiritualitásában közel van a keresztény karácsonyhoz. Kihasználom azt az alkalmat, hogy minden keresztény barátomnak, ismerősömnek és ismeretlennek szép ünnepet kívánjak. Csomagok érkeztek az Intarzia Újpesti Nagycsaládok Egyesületéhez is. A szervezetnek már közel 300 tagcsaládja van, és a létszám folyamatosan bővül. Így aztán minden segítség nagyon jól jön, és nem csak most, de egész évben. Újpest csomagokkal lepte meg az Intarzia Nagycsaládosok Egyesületét. Az ajándékot Varjú László országgyűlési képviselő és Bedő Kata alpolgármester adta át a szervezet Káposztás megyeri klubhelyiségében, a Falemez utcában. Az adomány karácsonyra érkezett, ám a kerület máskor és máshogy is igyekszik segíteni. Nem egyszeri alkalom, hiszen az évben többször is szoktuk a nagycsaládosokat támogatni, a gyermekjótékonysági alapból is, ami ugye a kupakgyűjtésből származó összegből kerül kifizetése a nagycsaládosoknak, és ők pedig tovább adják a családoknak, és természetesen az ajándékgyárból is küldjük majd az ajándékdobozokat, hiszen szeretnénk, hogyha egyetlen újpesti gyermek sem maradna csomag nélkül karácsonykor. A már közel 300, legalább 3 gyerekes tagcsaláddal működő Intarziának minden segítség jól jön. Szerencsére és sajnos. Folyamatosan növekszik az egyesületünkön belül a családok száma, aminek nagyon örülünk, viszont egyre több olyan családunk van, akinek segítséget kell, hogy adjunk, és nagyon-nagyon örülünk most ezeknek a ruháknak is, mert egyre többen vannak, akik rászorulnak. Az egyesület persze igyekszik minden lehetőséget megtalálni. Az élelmiszerbankkal van szerződésünk, ez a legnagyobb segítségünk. A régi Fóti úti Lidl áruházból mentjük az élelmiszereket minden nap, tehát ez azt jelenti, hogy minden nap osztunk pékárút, zöldséget, gyümölcsöt, és minden más egyéb adományt kapunk még így az élelmiszerbankon. Olyanokat, ami néhány nap múlva lejár a szavatossággal, de mi nagyon örülünk, például holnap fánkot fogunk kapni, de a Nagycsaládosok Országos Egyesületén keresztül például tanszereket tudunk gyűjteni, vagy most volt az élelmiszer gyűjtés, abból is most 103 családot tudtunk támogatni. Ha nem is ilyen nagy tételben, de az Intarziának, amelynek 10 gyerekes családja is van, bárki segíthet, akár itt a helyszínen, akár az egyesület honlapján keresztül. 3 áronfejlesztőt küldött Újpest a kárpátaljai Barkaszóra. Szebb ajándék biztos van, de hasznosabb, most kevesebb. Ismét a keleti határhoz készülődik az önkormányzat autója. Azt gondolhatnánk, a súlyos, több emberes dobozok így karácsony előtt csupa-csupa ünnepi ajándékkal vannak tele. Ám Kárpátalján most másra van szükség, például agregátorra. 3 ilyen áramfejlesztőt visz most magával Ziegler László alpolgármester és Cinkes Ára nemzetiségi tanácsnok. Háború következtében nagyon sokszor van áramszünet a településeken. Van az úgynevezett gördülő áramszünet, amikor az országnak bizonyos részeit leválasztják a hálózatról, és így hát se egy iskola, se egy óvoda, sem pedig az orvosi rendelő nem tud elektromos áram nélkül működni. Tehát, hogy ezeket az alapvető szolgáltatásokat fent tudják tartani, ezért gondolta az önkormányzatunk azt, hogy ezekkel az eszközökkel segítjük őket. Talán van olyan, aki szerencsére már nem is tudja, mire jók ezek a készülékek. Ez benzinmotorral hajtott agregátorok, tehát amit elektromos áramot termelnek, tehát az alap dolgok, tehát a világítás az mindenhol működni fog, ugye fával tudnak fűteni, tehát a megfázni nem, tehát megfagyni nem fognak, viszont az iskolában nagyon fontos, hogy világítás legyen, illetve az orvosi rendelőbe, óvodába. A 3 összesen több mint 1 millió forintba került agregátor az újpesti városnapokon már bemutatkozó kárpátaljai Barkaszó településre kerül, és csak abban bízhatunk, hogy keveset kell majd használni. Indulásra készen türelmetlenül toporognak a Rex Alapítvány 4 lábú szeretett futárai, hogy azokkal lehessenek, akik egyedül kénytelenek ünnepelni. Annak, aki egy kedves kutyával vagy cicával oldaná a magányát, idén is mindenben segít az állatotthon. Idén is nekivágnak a Rex Kutya Otthon 4 lábú szeretett futárai, hogy olyan idős, egyedülálló emberek mellett lehessenek az ünnepek alatt, akik egyébként magányosan töltenék ezeket a napokat. Ha valaki egy ilyen családtagot szeretne maga mellé, annak elég ezt jeleznie az alapítványnak. Felhívja a Rex Állatszigetet a 230-40-80-as telefonszámon, vagy e-mailt ír, vagy levelet ír. Mi felveszük vele a kapcsolatot, és a
a folyamat elindul. A nagy találkozást a szakemberek gondosan megszervezik. Mi felmérjük az igényeket, tehát milyen lakásba kerül az állat, kertbe kerül az állat, van-e esetleg más állat a családban. Kimegyünk, megnézzük a helyszínt, és mi ajánlunk olyan állatot, akit javaslunk az adott körülmények közé, és hogyha a kereslet és a kínálat, ha szabad így fogalmaznom, összetalálkozik, akkor megalapozott lesz az örökbefogadás. Hogy mennyire, azt egyébként mi sem jelzi jobban, hogy az eddig útnak indított közel 120 négylábú futárból mind ott ragadt a címzetnél, egyet sem küldtek vissza ide az Állatszigetre, ahol persze továbbra is elkél minden támogatás. Hisz például a korábbi 200 ezer forint körüli havi villanyszámla majdnem 1 millió 400 ezerre ugrott. Ahhoz tehát, hogy ők segíthessenek az állatoknak, az embereknek is segíteniük kell nekik, már ha tudnak. Aki mellett pedig már ott a négylábú társ, de nehéz ezekben az időkben megfelelően etetni, bátran forduljon az Állatmentő Ligához, amely az önkormányzat jóvoltából december közepétől kutya és macska táppal segít. Újpest segíteni igyekszik azoknak az idős, illetve rászoruló embereknek is, akiknek most nehézséget okozhat négylábú kis kedvenceik etetése. Az Állatmentő Ligán keresztül 1 millió forintot juttattunk el arra, hogy tápot vásároljanak, és a nehéz sorban lévő embereket, nyugdíjasokat, illetve hajléktalanokat próbáljuk ezzel a adománnyal, illetve élelmiszerrel támogatni. Akiknek jól jöhet ez a támogatás, azok december 15-től vehetik át a tápokat az Állatmentő Liga Váci úti telephelyén. Több mint egy tonna táp érkezett, ebből van kutya, illetve külön cica, mind a kettő egy ilyen szenzitív, tehát érzékeny gyomrú állatok is fogyaszthatják, és egy plakáton fogjuk jelezni, hogy milyen időpontunkban lehet átvenni itt a kolléganőktől. Általában délutáni időpont, és ilyen 2-3 órás intervallumban lehet tőlük átvenni nyugdíjas igazolványa, valamint egy ilyen rászorultsági igazolás kitöltésével a helyszínen. Azt, hogy mennyi tápot kaphat valaki, az állatvédőkkel konzultálva a helyszínen egyeztetik majd. Idén is bőséges a választék fenyőből az újpesti piacnál. A legtöbben ezekben a napokban veszik meg a fát, és ismerősként köszönnek az árusokra, akik közül sokan már évek, sőt évtizedek óta települnek ki ide ilyenkor. A hideg ellenére is könnyen elindult a láncfűrész motorja advent harmadik hétvégéjén. A szerszámokra ezekben a napokban biztosan sokszor szükség lesz, hiszen az árusok azt mondják, a legtöbben az utolsó héten veszik meg a fenyőfát. Kávka János 30 éve árulja már fáit itt, a piac mellett a Dunasétányon. Hát általában az utolsó héten, de már ilyenkor is vásárolják a fákat. Ma az első nap, hogy árusítunk, sok mindent még nem tudok róla mondani. Adtunk el jó pár darabot már délelőtt, nagyokat és kicsiket is, mindenféle méretben. Főleg a törzsvásárlóink jártak, jönnek még, de egy-kettőt látunk idegen arcot is. Sajnos a kedvezőtlen gazdasági helyzet hatással van erre a szegmensre is. 10-15%-kal kellett árat emelni. Míg tavaly 7-8 ezer forint volt a Nordmand fenyő métere, idén 9 ezer vagy akár több is lehet, mondja ez a kereskedő. Újpest az jó irányba van. Mindig is jó irányba van, mert itt az fenyőfa árusító közösség az egy Zalából jövő őstermelői közösség, tehát nem kereskedők vagyunk, és itt egymással az árakat is mindig megállapítjuk, megbeszéljük, de mérsékelten. Újpest mindig a mérsékelt árról szól, és egy a lényeg, hogy minden újpesti vásárlót arra kérünk, hogy hozzánk jöjjön, és a magyar termékeket támogassa. Mindenféle fenyőfát árusítanak, ezüstöt, normant és luccot is. Normandot jobban szeretik, már nem hullik le, az ezüstöt, ezeket. Honnan hozzák önök a fát? Megkonzsom elő. Az árusok pedig gondolnak a panelben élőkre is. Az elmúlt években változott a vásárló erő a tekintetben, hogy a szükebb fákat szeretik vásárolni. Panelházak többsége vesz körbe itt bennünket. Mi ezelőtt már 20 éve nekiálltunk egy új standardnek fenyőfa tekintetében, ami azt jelenti, hogy nyírjuk és metszük egy méteres korától a fákat. És ez azért így néz így ki ez a fa, mert beavatkoztunk a genetikájába egy kicsit neki, szépé tesszük. Az újpesti piac mellett a fenyőket akár az utolsó nap, december 24-én délelőtt is be lehet szerezni, de a kereskedők mindenkinek azt tanácsolják, időben gondoskodjanak a fák megvásárlásáról.
És maradjunk még a karácsonyi forgatagnál, amely a sok-sok izgalom mellett bizony veszélyeket is rejt. A rendőrök ezért mindenkit óvatosságra intenek. Akkor is, ha boltban, akkor is, ha interneten vásárol. Szeretnénk felhívni az állampolgárok figyelmét arra, hogy a bevásárlások során a jelentősebb összegű készpénzt visznek magukkal, akkor azt ruházatuk belső zsebében tegyék, vagy táskájuk elrejtett belső zsebeiben hordják. Nagyon-nagyon fontos, hogy abban az esetben, hogyha például bankkártyával fizetnek, akkor ellenőrizzék, hogy valóban az az összeget ütötték be, amennyiért ők vásároltak, illetve a PIN kód válik szükségessé, PIN kód használata, akkor figyeljenek arra, hogy az illetéktelen személy ne láthassa meg, ne tudja felhasználni. Egyre többen választják az online felületeket vásárlás céljából. Itt nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy fokozottan nézzék meg ezeket a felületeket. Bármi gyanúsat észlelnek, akkor inkább mellőzzék a vásárlást. 30 éve fogadta el az ENSZ közgyűlése a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatot. Erre emlékezve 1995 óta minden évben december 18-án ünnepeljük a Nemzetiségek Napját, és ünnepeltek az újpesti nemzetiségek is. Ünnepi estet tartottak az újpesti nemzetiségi önkormányzatok az ifjúsági házban. Egy régi hagyomány élet most újja. Annak az apropóján, ugye, hogy 1992-ben fogadta el az ENSZ a nemzeti és kisebbségi jogok nyilatkozatát, és 90 óta december 18-án tartják számon, illetve emlékeznek meg a nemzetiségekről. És ennek az apropóján úgy gondoltuk, hogy összefogjuk az Újpesten élő 11 nemzetiségű önkormányzatot és nemzetiségi napot tartunk. Az est vendégeit elsőként Varjú László, Újpest országgyűlési képviselője köszöntötte, majd a nemzetiségi önkormányzatok elnökei anyanyelvükön is üdvözölték őket. A résztvevők ezután egy egyedülálló előadást nézhettek meg. A különleges darab színpadra állításában fontos szerepet kapott az újpesti görög önkormányzat. A Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulata és az Amfiteátró Görög Színház közös koprodukciójában kerül bemutatásra a Vigadalom című darab. A darabot Kollátosz Fotiosz rendezte. Újpesten 11 nemzetiség található, és mind a 11 nemzetiség bemutatásra kerül itt a színpadon. A Tarka össznemzetiségi kavalkádot, amelynek során mindenki anyanyelvén is bemutathatta színes kultúráját, egy olyan kóstoló követte, ahol a nemzetiségek egy-egy asztalon sorakoztathatták fel finomságaikat, hogy aztán mindezeket egy táncház mozgassa le az este vendégeiről. Simán gurul a babakocsi és a roller a felújított járdaszakaszon a Szent Imre utcában, ahol autóval is könnyebb lett parkolni. Ha minden jól megy, tavasszal a teljes rehabilitáció befejeződhet Újpest forgalmas utcájában. Befejeződött a Szent Imre utcai járdafelújítás újabb szakasza a Leiningen és a Bajza József utca között. Az Obi és a Spár mögötti részen a páros oldalon szinte sétány szélességű új járda, kultúrát, könnyen használható parkolóhelyek és frissen ültetett fák fogadják a közlekedőket. Baba vagy bevásárlókocsival, de két keréken is könnyebb, és ami még fontosabb, biztonságosabb lett itt mozogni. Ha valaki, hát ez az itt lakó 94 éves hölgy igazán érzi a különbséget, de nekünk sem kell messze mennünk, hogy lássuk azt. Nagyon rossz volt, alig tudtuk tolni a kocsit, bukdácsoltunk jobbra-balra, ettől a fölköveket, összetört kövektől, amit nagyon-nagyon jó, hogy megkaptuk. Jó vélemények érkeznek a választókerület képviselőjéhez is. Az érdem nem az enyém, én csak közvetítettem a lakók kívánságát, és 6 héttel ezelőtt, amikor itt forgattuk az első felvételeket a munka elkezdéséről, ehhez képest 6 hét alatt gyönyörű állapot vannak, és hálálkodó lakók vannak, akik jönnek erre, szabadon tolják a babakocsit, a bevásárlókocsival jönnek, tehát a visszajelzések tökéletesek. Mindez azonban csak egy része a nagyforgalmú útszakasz megújulásának, amely már évelején elkezdődött és hamarosan folytatódik. Tavasszal elkészítettük a teljes járdafelújítást és kiépítést a tűzoltós kanzen felüli oldalon, most pedig ezen a szakaszon fejeztük be a munkálatokat, de ahogyan fogalmazok szakasz, tehát szakaszosan haladunk tovább. Jelenleg a terv dokumentációi készülnek a szemközti oldal kialakításának, illetőlegesen a Szent Imre utca, Bajza József és Dezsőfi utca közötti szakaszának.
és ha minden jól megy, jövő tavasszal akár be is fejeződhet már a Szent Imre utca teljes rehabilitációja, amelynek nyomán mindenhol ilyen kultúrált járdákkal, parkolóhelyekkel és frissen ültetett facsemetékkel találkozhatnak majd az erre járók. December 16-a és január 4-e között zárva tart az Újpest kártyairoda. Január 5-én 1 órától azonban újra várja majd az ügyfeleket. Kedves nézőink, a hét eseményeinek összefoglalója a körkép ezzel véget ért. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!